sajtótájékoztatón, örülök, hogy eljöttek. A tegnap sürgősségi eljárásban benyújtott törvényjavaslatokból azt látjuk, hogy tovább folytatódik Magyarország erdoganizációja, az a folyamat, ahol a polgárjogok korlátozásával, a egyes alapvető szabadságjogok megvonásával próbálják meg föntartani és megerősíteni a kormány hatalmát. A legújabb ilyen javaslatok a büntető törvénykönyv módosításának a hivatalos személyek kiemelt védelmét elrendelő szabályozása. Miről van szó? A törvénymódosítás szerint innentől kezdve a hivatalos személyeket akkor is megilleti a kiemelt védelem, hogyha nem hivatalos személyként járnak el. Magyarán szólva, miközben a hivatalos személyek kiemelt védelme éppen azt szolgálja, hogy védje a hivatalos személyt, amikor állami feladatot lát el, de innen kezdve nem ez a tevékenység, vagy nem csak ebben a tevékenységnek közben lesznek védettek a hivatalos személyek, hanem mások is. Magyarán szólva, hogyha egy állampolgár egy országgyűlési képviselőhöz több alkalommal oda megy és számon kéri rajta azt, hogy nem ért vele egyet, akkor ez már zaklatásnak minősülhet, és kiemelt büntető törvénykönyvi büntetés jár érte. Ha egy újságíró több alkalommal munkaidőn kívül felhív egy politikust, akkor ezt a politikus zaklatásnak minősítheti, és feljelentheti az illetőt a büntető törvénykönyv alapján. Legyen világos, a magánélet védelme megilleti a közszereplőket, a közszolgáit is. De ezt az eddigi jogszabályok is biztosítják. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nagyobb védelmet kapjon a magánéletben is egy politikus, egy állami vezető, mint egy buszsofőr, egy tég, vagy éppen egy gyári munkás. Ez a szabály arról szól tehát, hogy a politikusok azok többletvédelmet érdemelnek. Ugye arra szoktak hivatkozni a fideszesek, hogy ez nem csak a politikusokat védi, hiszen hivatalos személy nem csak ők lehetnek, de nyilvánvaló, hogy ez a hivatkozás álságos, hiszen tegnap a Törvényalkotási Bizottságban azt a módosító indítványt elutasították, amelyik a politikai közszereplőket kivette volna ezzel a védelem alól, és valóban csak azokra a hivatalos személyekre, hivatalnokokra, ügyészekre, bírákra tartotta volna fönt, akik kívül állnak ezen a körön. Ez nem egy egyedülálló törvénymódosítás, ugyanebben az irányba mutat a gyülekezési törvény szigorítása is, amelyik többek között a magánélet védelmére hivatkozva lehetővé teszi a politikusok háza környékén tartott tüntetéseket. Ugyanebben a kategóriába tartozik a magánélet védelméről szóló törvényjavaslat, amelyik a polgári törvénykönyv szigorításával, polgári felelősséggel teszi lehetetlenné azt, hogy számon kérjék a politikusokat. Ez pedig egy harmadik területen a büntető törvénykönyvben ugyanezt a szigorítást vezetik be. Különösen álságos az a hivatkozás, amelyik azt mondja, hogy akkor lehet elkövetni ezt a minősített zaklatást, hogyha a hivatalos feladattal össze nem egyeztethető helyen, vagy időben kerül sor erre a zaklatásra, akkor van ez a kiemelt védelem. Na de hát egy újságíró mikor tud egy politikus kérdezni? Mikor tud hozzáfordulni, akkor, amikor például az országgyűlés épületének döntő részéből ki vannak tiltva egyedülálló módon az újságíró? Mikor tud egy állampolgár egy politikushoz fordulni, hogyha egyébként nagyon kevés olyan lehetőség van, amikor közel engedik hivatalos rendezvényeken a kormánypárti politikusokhoz az állampolgárokat? Legyen tehát nagyon világos, vagy éppen, hogyha egy fórumon valaki kellemetlen kérdést tesz föl, akkor az kitessékelik, mint ez nem is olyan régen történt. Legyen tehát nagyon világos, itt nem a hivatalos személyek védelméről, nem a közszolgálat védelméről van szó, hanem arról van szó, hogy a fideszes politikusok akarnak újabb védelmet az ellen, hogy őket számon lehessen kérni, tőlük lehessen kérdezni, szembesíteni lehessen őket a tetteiknek a következményével. Ha a Fidesz nem szeretné azt, hogy kellemetlenségekkel nézzen meg szembe a politikusai, akkor kövessenek olyan politikát, ami az ország nagy része számára elfogadható, és fejezzék be azt a gyűlöletkampányt, amelyikkel az elmúlt években fölszították az indulatokat a társadalom minden rétegében. A demokratikus koalíció szerint a politikus közfeladatot lát el, de éppen a közfeladatának tekintetében számon kérhetőnek, kérdezhetőnek kell lennie, ezért
Nincs szükség arra, hogy büntetőjogi eszközökkel tartsuk távol tőle a választókat vagy a sajtót, éppen ellenkezőleg arra van szükség, hogy rendelkezésére álljanak a polgároknak, a sajtónak, hogy válaszoljanak, egyébként szóbáljanak. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket.